végtelenbe és tovább. Pályaorientációs napot rendezett a BSC. Amerikába jöttem, új műtárgyak idézik fel Munkácsi újvilági látogatását. Ugatni lehet a különbséget, az ország legjobb agilitis versenyzői csaptak össze Gyulán. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Az 1947 és 49 között a Felvidékről kitelepített magyarokról emlékezett meg Békés Csaba önkormányzata pénteken a Városházán. Az akkori megyeszékhelyre közel 500 felvidéki magyar család érkezett, akik a városban és a környező tanyavilágban kezdtek új életet. A jó Isten vigyáz reám! A rendezvényt Rakoncai Kata bíborka, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának műsora nyitotta meg. A pénteki megemlékezésen Fülöpné Fischer Katalin, nyugalmazott iskolaigazgató, egy 2006-ban született írásának részletét olvasta fel. Mint felidézte, 2,5 évesen kellett a családjával elköltözniük Komáromból Békés Csabára. Senki nem törődött, azzal nem volt állás. Nem volt állás. Tehát csoda, hogy életben maradtunk, és sajnos egy olyan házat kaptunk, mint nagyon sokan, hogy, mint mondtam, két konyha, egy istálló, meg két szobát, ezt kellett átalakítani, hogy lassan élni tudjunk. Az eseményen Békés Csaba polgármestere elmondta, 2008-ban avatták fel a Felvidékről kitelepített magyarok emléktábláját a Városháza árkád során, azóta itt emlékeznek meg az átélők és leszármazottjaik. Szarvas Péter kiemelte, az érintetteknek mindmáig szívfájdalom visszagondolni erre az időszakra, hiszen a szülőföldjüket kellett elhagyniuk, és több száz kilométerrel arrébb költözniük, új életet kezdve. Többféle formában emlékeztünk meg az elmúlt több mint másfél évtizedben, hiszen a Fehér Laposok rockopera a Békés Csabai Jókai Színházban is sokak számára adott maradandó emléket, kiadványokat sikerült támogatnunk, akár kötetek, akár verses kötetek formájában, hogy ez a tragikus esemény, vagy ez a traumatikus esemény megmaradjon az emlékekben, de hirdesse azt is, hogy talpra lehet állni, új otthont, új életet lehet teremteni, nem elfeledve azt, hogy honnan jöttünk. A rendezvény végén többek között a városi önkormányzat tagjai, valamint Herceg Tamás országgyűlési képviselő nevében Nagy Sándor kabinetfőnök, valamint Szegedi Balázs, a Vármegye önkormányzatának alelnöke megkoszorúzták az emléktáblát, illetve az átélők és hozzátartozóik is elhelyezték az emlékezés virágait. Pályaorientációs szakmai napot szervezett a Békés Csabai Szakképzési Centrum a Légi és Gépipari Képzőközpontjában pénteken. Az eseményen a BSC és az egyik informatikai partnere együttműködési megállapodást írt alá. Érdeklődve hallgatják a Trefort Ágoston Technikum, valamint a Nemes Tihamér Technikum diákjai, milyen lehetőségek várják őket végzés után a Békés Csabai Szakképzési Centrum Légi és Gépipari Képzőközpontjában. Az intézmény műszaki vezetője kiemelte, hogy a pályaorientációs napon olyan tartalmakat tudnak a tanulók számára mutatni, melyek már közelebb állnak a valós gyári termeléshez. Az alapforgácsolási technikáktól kezdve a CNC gépekig, szimulációig, utána anyagvizsgálatot, felületkezelést meg tudjuk mutatni, sőt, mi több itt az mellettem álló automatika műhelyben a gépeknek a javításához, illetve az automatizált vezelőberendezéseknek a működési elvébe, illetve azoknak a javítási megoldásaiba is betekintést nyerhetnek. Az eseményen együttműködési megállapodást kötött a Békés Csabai Szakképzési Centrum és az egyik informatikai partner vállalata. Az egyesség értelmében a cég az iskola rendelkezésére bocsátja az általuk forgalmazott és részben fejlesztett gépészeti tervezőprogramot.
Ma már, ami körülöttünk van, minden megvan tervezve 3D-ben. És ehhez a Siemens SolidEdge szoftvere egy tökéletes megoldás. Aki akarja, iskolában használja, aki szeretné, az, az iparban használja, vagy otthon is ugyanúgy lehet használni. Nagyon sok olyan diák van már, akinek az édesapja vagy édesanyja is műszaki orientáltságú, és van otthon 3D-s nyomtató. Otthon megtervezel, amit kinyomtatják, és már használják is. A szakképzési centrum kancellárja hangsúlyozta, a mai világban már lehetetlen a gépgyártás informatikai segédeszközök nélkül, ezért nagy segítséget jelent számukra, hogy ingyen használhatják az ehhez szükséges szoftvert. Az együttműködés lényege, hogy az Enterprise Group az oktatóinkkal kialakított jó kapcsolat miatt felajánlotta azt, hogy térítésmentesen biztosítja a számunkra 100 tanuló részét, vagy 100 munkaállomás tekintetében ezt a SolidEdge Software licenszet, ami egy óriási segítség a szakképzési centrumnak, hiszen nem kell ezt megvásárolnunk. A rendezvényen egy-egy szaktanteremben felvonultak a térség legjelentősebb gépipari vállalatai is, így a diákok közelebbről is megismerkedhettek a cégek tevékenységével. Két újdonsággal bővült a Munkácsy Mihály Múzeum relikvia gyűjteménye. A hétfői sajtótájékoztatón a múzeum munkatársai bemutattak két új katalógust, amelyek Munkácsy 1886-os amerikai utazásához kapcsolódnak. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum már elnyerte a világ legnagyobb Munkácsy gyűjteménye titulust. Az 1930-as évek óta folyamatosan gyarapodó műtárgy csoport eddig 589 darabot számlált, amelyhez újabb, Amerikából származó érdekességek társultak. Egy kalandos úton érkeztek ide, hiszen először a Montclair History Center menedzsere Rim Benz a Szegedi Múzeumot kereste meg, és ők pedig mondták, hogy hát nálatok jobb helyen van, és összekötünk benneteket, úgyhogy ezért is hálás köszönet Fogas Otto igazgató úrnak. És tényleg utána Erinnel felvettük a kapcsolatot, és kiderült, hogy két nagyon izgalmas kiadványról van szó, ami még eddig nem volt a gyűjteményünkben. Az intézmény művészettörténésze elmondta, hogy többek között a katalógusban a Krisztus Pilátus előtt című képről, annak kritikáiról, illetve vázlatairól született szakmai véleményekről olvashatnak. Az első kiállítás, ami az egyik katalógus készült, amit Schaerzeder-Mayer megjelentetett, tehát úgy kell elképzelnünk, hogy ez a kis katalógus bemutatja a képet, bemutatja a kép elkészültének történetét, és bemutatja nagyon-nagyon fontos magát a mestert. És a következő évben Schaerzeder-Mayer arra gondolt, hogy talán a másik már elkészült Krisztus képet, a Golgota című ábrázolást, és meg kell mutatni Amerikában, és meg kell mondjam, hogy tehát, ahogy azt, hogy elgondolta, az ugyanúgy, pontosan úgy is történt, ez a kép is nagyon nagy sikert aratott. Békés Csaba alpolgármestere kitért a két korabeli dokumentum tudományos jelentőségére, amely szerint a katalógusok fontos hivatkozások is lehetnek a művészettörténészek számára. Elsőként bennem az fogalmazódott meg, hogy egyre inkább köztudottá válik országosan is, hogy Békés Csaba Munkácsy városa. Ha Munkácsy neve felmerül, például ennek a két relikviának a kapcsán, akkor összekötik városunk nevével. Nyilván szakmai kapcsolat is kellett hozzá, hogy ide kerüljön, de az utóbbi időben tapasztalhatjuk örömmel, hogy bővül a relikvia gyűjtemény, hol magánfelajánlók, hol egyéb szervezetek gondolnak Békés Csabára, a Munkácsy Mihály Múzeumra. Ez mindenképpen egy pozitív üzenet. Hozzátette, hogy ez a relikvia gyűjtemény azon túl, hogy kiállításra is lehetőséget ad, kutathatóságot is jelent, ráadásul Magyarországon Békés Csabán lehet a festőfejedelemről a legtöbbet megtudni. A tavainál is több mintát bíráltak a Brillanten nemzetközi pálinka és párlat versenyen pénteken Békés Csabán. A kereskedelmi, a magán és a bérfőzetők együtt több mint 1300 tételt neveztek a versenyre, amelynek eredményhirdetése a Gyulai Pálinka Fesztiválon lesz májusban. A pálinka és párlat versenyen 23 főből álló érzékszervi zsűri bírálta a nevezett mintákat, illat, íz és komplexitás alapján egy több tényezős pontozási rendszerben. Vörös Tibor okleveles pálinka bíráló egy grapefruit párlat bírálása közben mutatta be a pontozás menetét.
intenzitásban egy kellemesen cissos, friss, süde, fiatalos pálatról beszélünk. Karakterbe teljesen hozza a grapefruitra jellemző citrusos, karakán, virágos vonalat, tartosságban pedig szerintem egy nagyon szép tételről beszélünk. Lutzer János okleveles pálinka bíráló kifejtette, először szőlő, körte, valamint alma pálinkákat bíráltak, és többnyire pozitívak a tapasztalatai az idén benevezett mintákról. Így még az elején meglehetősen jó minőségű pálinkákat bírálhattunk, természetesen voltak kevésbé jó minőségű tételek is, de a tendencia mindenféleképpen az, hogy egyre jobb és színvonalasabb pálinkákkal találkozunk. Lovasi György versenyigazgató kiemelte, hogy egy szoftverrel pontoznak, ami teljes anonimitást biztosít, így a bírák nem tudhatják, hogy éppen kinek a pálinkája van a kezük ügyében. A zsűri tagjai között képzett kóstolók, főzőmesterek, neves magánfőzők, illetve márkák képviselői kaptak helyet. Én látom, hogy az összes nevezésnek az adatait, hogyha akarom, ezért én nem kóstolhatok, tehát itt teljesen anonim kóstolás megy. A zsűri tagjai, ők csak egy sorszámot kapnak, meg egy gyümölcs fajtát hozzá gyakorlatilag, illetve azt tudhatják, hogy ágyas vagy érlelt, nincs több információjuk. Én viszont információhoz jutatok, úgyhogy én meg nem kóstolok. Az ünnepélyes eredményhirdetést a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 18-án szombaton 16 órától tartják meg. A Dulai Kutyás Agility Szabadidő Sportklub a hétvégén rendezte meg a 28. Medivid Agility és a 19. Para Agility kupát. A versenyre az ország számos pontjáról és külföldről is érkeztek lelkes kutyások. Az ország legkiválóbb agility versenyzői álltak rajthoz hétvégén a Gyulai Kutyás Ügyességi Versenyen. Halász Ildikó 6 kutyával mérettette meg magát a kupán. A1, A2 és A3-ba neveztem, mert vannak profi kutyáim, meg kezdő kutyáim, úgyhogy ezért mi minden évben jövünk, eddig is voltunk mindig, kivéve tavaly, mert együtt volt a Belga BB-vel, de idén el tudtunk jönni, úgyhogy nagy kutyával, kis kutyával és minden kategóriában indulok, kivéve a kezdő. A pályát akkreditált, minősített bírók állították össze, a gazdák pedig a futam kezdete előtt bejárhatták, memorizálhatták azt. Ekkor még kutya nélkül mentek körbe, majd a kategóriák szerint kezdődött el a verseny. Egyéni kategóriában van kutyák mérete szerint és van teljesítmény szerint. Van a kezdő kategória, van A1-es kategória, A2-es kategória és A3-as kategória, és van a para agility kategória. A kutyák mérete szerint pedig van midi kategória, midi plusz kategória, az intermedia és van a maxi kategória. Az egyesület elnöke hozzátette, az esélyegyenlőség jegyében épp és sérült versenyzők együttes részvételével zajlott a rendezvény. 3 szedben kikapott a Svitelszki Békés Csaba a MÁV előre otthonában vasárnap este a női röplabda extraliga bronzérméért vívott párharc második mérkőzésén. A találkozót a világos kék-fehérmezes csabaiak kezdték jobban, szinte végigvezettek az első szedben. Azonban a hajrában a székesfehérváriak előbb egyenlítettek, majd 25-23-ra megnyerték a játékrészt. A térfélcserét követően fordulatos csatát láthattak a szurkolók, majd a játszma végén ismét a hazaiak voltak pontosabbak. 25-22-vel már 2-0-ra alakították az eredményt. A harmadik szedben többnyire a MÁV járt előrébb. A BRS-e hiába egyenlített a végjátékban. 22-22 után már csak a házigazda szerzett pontot, így 3-0-ra diadalmaskodott. Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc jelenleg 1-1-re áll. Az együttesek szerdán 18 órától a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban újra összecsapnak. Ismét nyert a Békés Csaba 1912 előre, és továbbra is magabiztosan vezeti a labdarúgó MB3 délkeleti csoportjának tabelláját. A lilamezes csabaiak a gól nélküli első félidő után a 49. percben szerezték meg a vezetést a Dabas otthonában. Sármány beadása után Zádori Krisztián volt eredményes. Az előre a hajrában döntötte el végleg a mérkőzést. A 81. percben Farkas Márk egy kapusról kipattanó labdát lőtt a létszakban.
alá, és duplázta meg csapata előnyét. A Békés Csaba 4 perccel később ismét egy szöglet után szerzett gólt. Mikló beívelését követően Bora György állította be a 3-0-ás végeredményt. Csató Sándor csapata ezzel a sikerrel megőrizte 7 pontos előnyét a tabella élén, a második helyezett ESMTK-val szemben. A Békés Csabai KK hazai pályán kapott ki a Százhalombattától vasárnap este, így a bennmaradásért kell játszania a férfi kosárlabda NB1B zöld csoportjában. Vuk Pavlovic együttese ugyan 17 pontos hátrányból fordított, de a Pest vármegyei rivális a hajrában pontosabb volt, és megnyerte a két győzelemig tartó párharcot. A két csapat 1-1-es állásról folytatta a csatát, és Békés Csabán döntötte el a továbbjutás kérdését. A kékmezes Százhalombatta nyitotta jobban az összecsapást, és az első negyed végén 30-22-re vezetett. A hazaiak védekezésben és támadásban sem teljesítettek jól az első félidőben, az utolsó percekben azonban egy 9-1-es sorozattal 47-37-re felzárkóztak. A vendégcsapat a harmadik negyed első perceiben is őrizte az előnyt, majd ritmust váltott a Csaba, gyorsabbak voltak a támadások, agresszívabb lett a védekezés, így a záró etap előtt már döntetlen volt az állás. A lendületbe jövő házigazda kiválóan indította az utolsó 10 percet, és 9 ponttal is meglépett. A Százhalombatta azonban nem adta fel, percek alatt egyenlített, majd Csík Rihárd triplájával eldöntötte a mérkőzést, és végül 96-90-re nyert. Az utolsó 5 percre mínusz 9-nél védekezést váltottunk, és szerencsére az bejött. Előtte kaptunk 4-5 viszonylag könnyű triplát, utána nagyon flóba jött a hazai csapat. Szerencsére ezt a védekezés váltással sikerült úgy lereagálni, hogy abból egy-két kivétekezett akcióból nekünk sikerült extrákat betalálni, meg tényleg az, hogy voltak az olyan mély pontok, az olyan nehéz helyzet, és mindig volt, aki előrépett egy-egy távolival, vagy nehéz közelivel. Tényleg csak ezt tudom mondani csapatként, csak így lehetett élni ezen a mai napon. Nikola Szukov hiába szerzett 30 pontot, ez sem volt elég a sikerhez. A hazai együttes összességében védekezésben és támadásban is alulmaradt riválisával szemben. Támadtak minket, hatékonyak voltak. De a második fél időben sikerült kicsit ezt feljavítanunk. Elkezdenünk úgy védekezni, ahogy kell, de az a baj, hogy 10-15 perc jó védekezéssel és jó támadással egy ilyen pár arcot nem lehet megnyerni. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyert a Százhalombatta, nekünk most innen kell felállni, innen kell tovább gondolkozni, előre felenéznünk, és folytatunk a munkát, hiszen van még egy pár harcunk a bajnokságban. A csabaiak az elveszített párharcot követően a bennmaradásért küzdhetnek a folytatásban. Az ellenfél a Pénzi György csapata lesz. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!